Köszöntöm a VKC televízió nézőit, Önök a Budakalászma hírmagazinunkat látják. Lássuk először fő témáinkat röviden. Közeleg az adóbevallás határidejének napja. Változatos programokkal ünnepli 20 éves születésnapját a Faluház. 4 éves a telep Jóvoda műfüves focipályája. Adóbevallásunk elkészítésekor minden évben rendelkezhetünk a befizetett adónk 1+1%-áról. Budakalászon 34 civil szervezetnek és az egyházak számára adható a felajánlás. 2016-tól új szabályok is életbe léptek az adóbevallással kapcsolatban. Idén május 20-a péntek a bevallások elkészítésének és leadásának végső időpontja. Május 20-án éjfélig küldhetik el az adózók személyi jövedelemadó bevallásukat az adóhivatalhoz. Szintén május 20-a határideje, a korábban már az adóhivataltól visszaérkezett egyszerűsített bevallás visszaküldésének is. Utóbbit csak akkor kell visszajuttatni, ha az adózó hibát talált a bevallásában és javította. Március végéig több mint 900 ezer adózó nyújtotta be saját maga a személyi jövedelemadó bevallását a NAV-hoz. Több mint 300 ezeren kérték az adóhatóság segítségét a bevallásuk elkészítéséhez, és 200 ezeren, több mint 200 ezeren kértek adóhatósági adómegállapítást, ami 2016-ra vonatkozóan újdonság. A hibás bevallások egy részét a NAV már kijavította, vannak olyan bevallások, amelyeket hivatalból ki tud javítani, nem kell hozzá az adózó közreműködése, viszont vannak olyan hibás bevallások, amelyekhez szükséges az adózó közreműködése, személyes közreműködése. Ilyenkor kapunk egy megkeresést a NAV-tól, be kell menni a NAV ügyfélszolgálatára személyesen, és hogy segítenek a bevallásunkat kijavítani. Azt tudnunk kell, hogy ha hibás a bevallásunk, és visszaigényelhető adónk van, és azt visszakértük, akkor addig nem kapjuk meg a személyi jövedelemadónkat, amíg a bevallást ki nem javítottuk. A NAV minden évben közzéteszi, hogy melyek azok a tipikus hibák, amelyek előfordulnak a személyi jövedelemadó bevallás alkalmával. Ezek a hibák, hogyha papír alapon töltöttük ki a személyi jövedelemadó bevallásunkat, akkor nincs rajta aláírás. Ha a bevallás visszaigényelhető adót tartalmaz, nincs rajta postai cím, illetve bankszámlaszám, amire visszakértük. Nem szerepel rajta az adószám, adóazonosítószám, a kedvezmények, a családi kedvezmény, az új házasok kedvezményével kapcsolatos adatok hiányoznak, illetve a kifizető által levont adó nem szerepel, vagy rossz sorban szerepel. A hét végéig még lehet rendelkezni az adónk 1+1%-áról, melyet az 1553-as nyomtatvány egy szalap kitöltésével tehetnek meg az adózók. Abban az esetben, ha adóbevallását már korábban elkészítette, de abban még az 1%-áról nem rendelkezett, akkor bevallásától függetlenül is tehet felajánlást, ehhez a 15 egy szalap kitöltése szükséges. A városban az egyházaknak és több mint 30 civil szervezetnek ajánlhatják fel adórészüket az adózó. A személyi jövedelemadó törvény az idén is lehetőséget ad arra, hogy a magánszemélyek felajánlják a személyi jövedelemadójuk 1+1%-át. A felajánlás nem kötelező, de hogyha ezt megtesszük, akkor nagy segítséget nyújtunk a kedvezményezetteknek a további tevékenységük fejlesztéséhez. A személyi jövedelemadó 1+1%-ának a felajánlása azt jelenti, hogy ki kell töltenünk egy rendelkező nyilatkozatot. Ez a rendelkező nyilatkozat a személyi jövedelemadó bevallás része. Adunk 1+1%-át felajánlhatjuk civil szervezeteknek és egyházaknak. Ha a civil szervezeteknek ajánljuk fel a személyi jövedelemadónk 1+1%-át, akkor ne felejtsük el a rendelkező nyilatkozatra ráírni a civil szervezet adószámát, hogyha egyházaknak ajánljuk fel, akkor pedig az egyháznak a technikai számát kell ráírni a rendelkező nyilatkozatra. A civil szervezetek lehetnek alapítványok, közalapítványok, egyesületek. A rendelkező nyilatkozat beküldésének a határideje május 20, ugyanúgy, mint a személyi jövedelemadó bevallás beküldésének a határideje. A rendelkező nyilatkozat beküldhető postán, illetve beküldhető elektronikusan
is, hogyha elektronikusan küldjük be, akkor a nav.gov.hu honlapról letölthető egy úgynevezett általános nyomtatvány kitöltő program. Ennek a segítségével a személyi jövedelemadó bevallásunkat és a rendelkező nyilatkozatunkat is kitölthetjük, és egyszerűen elektronikusan beküldhetjük a NAV-hoz. Ahhoz, hogy ezt a nyomtatványt használni tudjuk és telepíteni tudjuk, ahhoz rendelkezni kell ügyfélkapuval. A személyi jövedelemadó bevallás határideje május 20, a rendelkező nyilatkozat beadásának a határideje is május 20. Hogyha nem küldjük be május 20-áig a rendelkező nyilatkozatunkat, akkor az érvénytelen lesz, ami azt jelenti, hogy a kedvezményezettek nem kapják meg a felajánlásunkat. Ha nem küldjük be a személyi jövedelemadó bevallás május 20-áig, akkor pedig az adóhatóság mulasztási bírságot szabhat ki. A nyilatkozatok leadásának feltétele az ügyfélkapu. Aki még nem rendelkezik ezzel, a NAV ügyfélszolgálatain soron kívül regisztrálhat. Ehhez a személyes okmányokon túl egy működő e-mail címre és egy jelszóra van szükség. A sorban állást elkerülhetik azok, akik a központi ügyfélszolgálatokon ügyfélkapu ügyintézésre időpontot foglalnak. Változatos programokkal és meglepetésekkel készül látogatói számára a Faluház. Ebben az évben az intézmény fennállásának 20. évébe lép, így a nyár folyamán több fesztiválon is kiemelt szerepe lesz a kerekévfordulónak. Már 2 évtizede számos rendezvény helyszíne a Budakalászi Faluház. Az elmúlt években igazán felpezsdült a kulturális élet, évente több száz programmal, mintegy 110 000 látogatóval a város lüktető központjává vált a Kóskároly Művelődési Ház. A rendezvényekre nem csak Budakalászról, hanem a kistérségből is egyre több vendég érkezik. A jubileumra változatos programokkal készültek a munkatársak, az év elején közösségi játék indult, de fotó és plakát kiállítás, bál és más meglepetés rendezvények is lesznek az idén. Több rétegben ünnepelünk, ugye egyrészt vannak új programjaink, illetve a nagy fesztiváljaink kibővültek, az arculatunkban sok-sok változás látható, és láthatnak majd a látogatóink, a kommunikációs felületeink innen az utcafronton megújulnak, ez nem sokára elkészül, végre lesz egy olyan felirat, ami esztétikus kivilágított, és a mi nevünket, vagy a Kóskároly Művelődési Ház és Könyvtár elnevezést mutatja, mert egyelőre még csak a régi megnevezést látható. Akkor emellett szeretnénk a weblapunkat is megújítani, illetve hát van nyáról lesz, illetve ősszel lesz két nagy rendezvényünk, ugye az egyik a Kalászi Vigasságok, ami egy idén 3 naposra bővült, ott készülünk meglepetéssel, ami majd a nagy színpadon történik. Itt lesznek meglepetés emberek, illetve szeretnénk egy úgynevezett összetartozás kalácsát elkészíteni. Ez egy nagyon nagy méretű, ez egy 10 méter hosszú kalács lesz, amit majd itt megosztanánk a jelenlevőkkel. Ez egy ilyen emblematikus kis jelenet lesz, mert ezt a intézménynek a 20 évét ugye sokan végigkísérték, nem csak azok, akik itt dolgoztak, hanem van olyan látogatónk, aki ugye az első pillanattól kezdve vagy vendégként, vagy állandó programként idejön, sőt van most olyan kolléganőnk, aki itt nőtt föl, tehát ide járt ugye színjátszókörbe, ide járt a tánccsoportba, és most már mint ifjú hölgy elvégezve a művelődés szervezést segít nekünk, úgyhogy itt egy generáció nőtt föl. A programok mellett egy történeti vetítéssel is készülnek, melyben bemutatják, hogyan indították el és hol tart ma a művelődési ház. Készülünk arra, hogy a kordokumentumokból, amik rendelkezésünkre állnak, fotók, videók, készítenénk egy filmet, amit a Városnapon szeretnénk majd bemutatni, és utána folyamatosan ezt vetítenénk is a mi belső hálózatunkon, a tévéinken, ami ezt a 20 évet megmutatja. Hát nagyon sok minden történt most, hogy vannak még olyan kollégák, akik emlékeznek sok mindenre, de ahogy elkezdtük ezeket a dokumentumokat feldolgozni, hát nagyon sok változás történt azért a ház életében, mert ugye közben a világ is változott, és ugye a közművelődés is változott, úgyhogy ennek a háznak is változni kellett, ezt szeretnénk bemutatni. Készülünk majd apró ajándékokkal is
a vendégeknek, amelyeket ezeken a nagy rendezvényeken szeretnénk átadni. Úgyhogy egész évben folyamatosan vannak születésnaphoz kapcsolódó programjaink, és hát lesznek még majd meglepetések, erről időben a honlapon, illetve a Facebook oldalon majd hírt fogunk adni. A Faluház aktuális eseményeiről és állandó programjairól a www.koskarolymh.hu oldalon tájékozódhatnak az érdeklődők. 5 évvel ezelőtt alakult meg az Ovi Foci Alapítvány, amely 4 éve adta át első pályáját Budakalászon. Az alapítvány ebből az alkalomból ünnepséget tartott a település Májva utcai óvodájában, amelyen részt vett Rogán László polgármester, ifja Buzánszki Jenő az alapító fia, Kassai Viktor a világ legjobbjának választott játékvezető, Várhidi Péter korábbi szövetségi kapitány, Tóth Tíme a korábbi válogatott kézilabdázó, valamint dr. Molnár Andrea az alapítvány kuratóriumának elnöke is. Az alapítvány célja az volt, hogy az óvodákban megvalósulhasson a sportspecifikus testnevelés. 2011. május 13-án, pontosan 5 évvel ezelőtt jegyezték be az Ovi Foci Közhasznú Alapítványt. Ez Buzánszki Jenővel egy közös gondolat volt, egy közös álom, ami onnan indult, hogy nekem 2010-ben, amikor a kisugom 3 éves volt, beadtuk az óvodába, és megdöbbenve tapasztaltuk, hogy nincsen megfelelő sportinfrastruktúra, nincsen sportlétesítmény, és még a tornaszoba is olyan kicsi, hogy elfoglalják a sportszerek. Ezért úgy gondoltuk, hogy felépítünk egy kis tesztpályát, egy Ovi Foci pályát, ez Debrecenben volt. És azt tapasztaltuk, hogy nagyon nagy örömmel fogadták a gyerekek, az óvodapedagógusok, nagyon szerették, minden nap használták. És aznap azt mondta nekem a gondnok bácsi, hogy Andrea nem is tudja, hogy mekkora ajándékot adott ezzel ennek az óvodának. És akkor elkezdtem azon gondolkodni, hogy ha itt ebben az óvodában ekkora szükség van rá, akkor valószínűleg máshol is szükség van rá. Buzánszki Jenő bácsival egy pályátadó ünnepségen találkoztam, akinek elmeséltem ezt az ötletemet, és azt mondta, hogy neki ez tetszik, szeretné megnézni, megvizsgálta, hogy mi ez a program, és azt mondta, hogy ő adja hozzá a nevét. Így alapítottuk meg az Ovi Foci Közhasznú Alapítványt, aminek ő az alapítója, és nagyon boldog vagyok, hogy az 5. évet megéltük. Budakalász egy igazán sportos város. A városvezetés nagy hangsúlyt fektet az egészséges életre. Az alapítvány 4 évvel ezelőtt itt adta át az első műves focipályát. A jelentősége óriási. Annak, hogy a magántőke, mondjuk így egy helyi vállalkozó, az önkormányzat, és hogy a társasági adott törvény tette lehetővé azt, hogy ez a beruházás itt 2012-ben megvalósuljon, és utána a másik esztendőben pedig a Pomázi úti óvodában is megvalósuljon egy ugyanilyen beruházás. Azon túl, hogy a mozgásra neveli, a mozgás szeretetére neveli a gyerekeket már nagyon kicsi kortól, ez egy multifunkciós pálya. Ugye nem csak foci, mindig Ovi Foci, persze alapítványnak a neve ez, és sokan azt gondolják, hogy csak futballozni lehet ezen a kis pici pályán, de hát nem. Látjuk, hogy most sem csak futball folyik. Kézilabda, mozgáskultúrának a fejlesztése, kosárpálya, cselezgetés, futás és a foci. Ugye mindenféleképpen ez nagyon fontos. Ez a sportos városszlogan, ez nagyon régóta Budakalásznak a egyik jelszava, és ezt ugye itt kezdjük el. Tóth Tímea, egykori kézilabdázó, az alapítvány kuratóriumának tagja elmondta, hogy az ő egyik feladata a kézilabda sportág népszerűsítése, és ennek apropóján járja az országot, és ismerteti meg az óvodásokat a sportággal. Az én életemben úgy jött a kézilabda, Ovi kézilabda, hogy abba hagytam a profi pályafutást, az ember keresi önmagát, mit szeretne csinálni. Volt szerencsém edzősködni juniorokkal, amellett, hogy játszottam, még ugye NB1B-be tavaly fejeztem be a másodosztályból való visszavonulásomat, és hát kitaláltam, hogy ovisokkal szeretnék foglalkozni. Bekopogtam Andrájékhoz, megismertem az ő munkásságukat, megismertem a pályákat, és azt mondtam, hogy azt gondolom, hogy jó helyen vagyok. Tehát megtaláltam a számításomat, és akkor onnantól kezdve elkezdtük szépen felépíteni, hogy a kézi programot, ovi kézi programot hogy lehetne beépíteni a gyerekek mindennapjaiba. Cél, hogy megszeressék a labdát, megismerkedjenek a szívas labdával, és ezzel is az óvodáknak biztosítjuk azt is az óvónőknek, hogy eszközkészletben is kiegészítjük még a meglévő eszközkészletet. Hozzá kell tennem, hogy a programhoz becsatlakozott a Magyar Kézilabda Szövetség is, tehát jelen pillanatban a Magyar Kézilabda Szövetségnek az óvodai programja ez a program. Az alapítványt 5 évvel ezelőtt Buzánszki Jenő, az aranycsapat egykori játékosa hozta létre. Az egykori remek labdarúgó tavaly elhunyt, de örököseként a fia folytatja a tevékenységét. Nagyon fontosak a számunkra a tradíciók. Ugye 3 gyerekem van, és amint fiam lett, ugye ő is Jenő lett, úgyhogy etéren is próbáljuk a tradíciókat őrizni.
Hát nehéz és fáradtságos munka. Ezen kívül még több minden más is örököltem édesapám után, de kvalitásaiban a legnagyobb az Óvi Foci Alapítvány. Andreával egész jól összetudjuk hozni a feladatoknak a leosztását, illetve az irodában a lányok is nagyon sok segítséget jelentenek. Az operatív munkába nem kell belefolynom, de viszont ahova hívnak, oda nagyon szívesen megyek, illetve vannak olyan kiemelt helyek, amit nem hagyhatok ki, ugye édesapám nyomdokán haladva. Úgyhogy mindig örömmel veszem a meghívásokat, a felkéréseket, természetesen ugye mivel nekem is 3 kisgyerekem van, a gyermekek csillogó szemét, illetve a mosolyt az arcukon, ugye ezeket nem szeretném kihagyni én sem. A telepi óvoda volt az első, amelynek az Óvi Foci Alapítvány 4 évvel ezelőtt átadta a műfüves focipályát, és azóta a gyerekek naponta használják azt. A gyerekek nagyon szeretik, élvezik, használják, a nagycsoportosok folyamatosan. A fiúknál már kiváló csapatok alakultak, és tudják, hogy kikivel akar egy csapatban lenni, hogy a nyertes csapat lehessen. Mindennapos testnevelésre is használjuk, levegőzésre is használtuk, amikor nem volt udvarunk, és szükségünk volt a nagyobb területre, de igazából csak a foci az, ami markánsan megjelenik az óvodások életében. Az elmúlt esztendőkben az alapítvány 140 pályát épített az ország óvodáiba, és ez a szám az idei nyári programzárásra 202-re fog emelkedni. A program által megmozgatott gyerekek száma pedig el fogja érni a 30 ezret. A Budakalász ma adását látták, maradjanak továbbra is velünk. Hamarosan Félidő című műsorunk következik. Hírmagazinnal legközelebb holnap este 6 órakor jelentkezünk. Addig is látogassanak el a vkctv.hu oldalra, ahol visszanézhetik korábbi adásainkat is. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!